Szeretettel köszöntöm Önöket, ez a Porta, a Kartal TV kistérségi magazin műsorának 6. száma, én Géci András vagyok. Mai műsorunk témái. Kistérségi természetismereti verseny Kartalon a Könyves Kálmán általános iskolában. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések az önkormányzatnál, a bölcsöde tervezése, műszaki kivitelezése Kartalon. Harmadik IVKU Kodomó gyermek és utánpótlás vadó karate bajnokság a kartali sportcsarnokban. Adománygyűjtés Böjte Csaba testvér Zetelaki árvaházának javára a kartali faluházban. Az eddigi adásainkban, ahányszor csak találkoztunk a polgármester úrral, mindig valami módon épült és szépült Kartal. Most is jó hírem van az Önök számára. Ugyanezt teszik ismét, ugyanis rengeteg beruházás és rengeteg felújítás, valamint építkezés kezdődött meg Kartalon. Vendégem pedig Tóth Ilkó Mihály polgármester úr, köszöntöm, és Bártfai László tervező építész. Nos, hát az első és legfontosabb, mivel ugyebár itt van az építész úr is, hogy a bölcsőde tervezése és műszaki kivitelezése jelen pillanatban folyamatban van. És hát milyen stádiumban áll ez a beruházás és ez a fejlesztés, polgármester úr? El kell mondanom, hogy a zord időjárás következtében, téli időjárás következtében a beruházás több hónapos lemaradásban van, de úgy tűnik, hogy a kivitelező betartja a szavát és nagy erőkkel fölvonult, és egész szépen hozza be azt a lemaradást, ami volt, és én úgy érzem, hogy a megadott határidőre, szeptember 15-ére be fogja fejezni ezt a csodálatos bölcsödét. Tehát szeptemberben már a kis lakók be is költözhetnek a bölcsödébe, a minden igaz. Szeptember 15-ére a műszaki átadása történik meg az épületnek, menet közben közbeszerzésen a berendezési tárgyakat meg fogjuk pályáztatni, és szeptember 15-e után történik magának a bölcsödének és az udvarnak a teljes bútorzatának a beépítése, és amikor ez megtörténik, ez olyan november végére valószínű, hogy elkészül, utána tudja fogadni majd a 40 kis csemetét maga a bölcsöde. Mikor született meg az ötlet, hogy a bölcsödét felújítják, vagy esetleg ugyebár egy újat építenek? Az ötlet már nagyon régi, mert a környéken egyedül Aszód az, ahol ami bölcsödével rendelkezik, és azt tudni kell, hogy a kartali emberek nagyon szorgalmas emberek, viszont a megélhetésükhez most már a család fő kevés hozzá, és ugyanúgy a családanyák is eljárnak dolgozni, ezért feltétlen szükséges, hogy el tudják helyezni a pici gyereküket is. Hát gondolom elsősorban a kartali lakosok gyermekeit fogják elhelyezni, de esetleg a kistérségből is várják szeretettel a gyermekeket majd. A környező településről ez ugyanúgy, mint az óvodába, ahol el kell mondanom, hogy az óvodai minőségi oktatás következtében úgy tudom, hogy a környékről 18 kisovodás jár Kartalra. Az sem mindegy egyébként, én azt gondolom, hogy milyen környezetben nőnek fel ezek a gyermekek, és milyen környezetben térnek át majd az óvodára. Erről pedig Bártfai László tervező építészt kérdezem, aki nem csak mint építész, hanem szó szerint mint tervező is van itt vendégként nálunk. Ugyanis ha ide az asztalra néznek a kedves nézőink, akkor láthatják, hogy itt már a tervek abszolút teljes készenlétben állnak. Egy nagyon érdekes körvonalazódott épületet látok. Milyen építészeti stílusban építik fel ezt az építményt? Elejére mennék a tervezés kezdetére. A legelső beszélgetésén itt a település vezetéssel az elvi kérdéseket beszéltük át, és az volt a lényeges szempont, aminek nagyon örültem, hogy elsődlegesen az épületnek az üzemeltetése és a fenntartása legyen nagyon olcsó, és a beruházás
egy kicsit akár lehet drágább is, de a hosszú 20-30 éves üzemeltetési költségmegtakarítás legyen a lényeges szempont. Jó magam a népies építészetnek híve vagyok, és a népies építészetről csak annyit mondanék, hogy nem mérnék nagyon bele, hogy az olcsó és a praktikus megoldások több évszázados kialakult módszereit kell gyakorlatilag ellesni a régi építészeti megoldásokból. Energetikailag a legjobb forma az a gömb, amikor a felület és a térfogat aránya az a legkedvezőbb, tehát a legnagyobb térfogathoz a legkisebb felület tartozik. Ennek a gömbnek a fél gömbjét látjuk gyakorlatilag középen. Ő a energetikailag, a formailag megtervezett, hogy is mondjam, megtakarítást, ez a forma önmagában legalább 20-30% energia megtakarítást jelent, és csak azokat az épület részeket nyújtottuk ki, ami fényigényes. Úgyhogy a foglalkoztatók kerültek ki a csúcsokra, ebből konkrétan 7 ilyen szárnyunk van, és középre kerültek azok a kiszolgáló épület funkció, olyan helyiségek, funkciók, aminek nem nagyon kell fény, illetve több helyen beloptuk a fényt belső terekbe, fénycsatornákon és olyan járható üvegburkolatokon keresztül, hogy a fényigényes belső tereknek kellő megvilágítása lesz. Nagyon-nagyon fényesek a külső helyiségek, a követelménynek több mint a duplája az üvegfelület, és mindjárt át is térnek az energetikájára, ezek három réteg üvegek, tehát attól lesz energiatakarékos az épület, hogy egyrészt nagyon becsomagoljuk hőszigeteléssel, a falakon 14 cm plusz hőszigetelés lesz, a padozaton 10 cm, a födémeken 20, általában három rétegű üvegek, és a mai szigorú energetikai követelményeknek kevesebb, mint a harmada ennek az épületnek az energiaszükséglete, és tulajdonképpen a fokozott légzárású nyilászárók miatt szükséges már egy gépi szellőzés. Ebben az esetben, amikor az épület már kellően körben van hőszigetelve, tulajdonképpen a nagy hőveszteség a légcserével következne be, ezért bele tervezve egy kb. 3 millió forint értékű légtechnikai hőcserélő berendezés. Tulajdonképpen a piciny 6 hónaptól 2 éves korig itt nevelkedő gyermekeknek a speciális, sajátos életmódja meghatározó a tervezésnél. Ebben a korban a gyermekek többnyire a padlón vannak télen-nyáron. Gépészetileg ez egy padlófűtést jelent télen. Nyári időszakban viszont egy hideg burkolaton 8 hónapot töltene a gyermek, ezért parafa burkolat lett betervezve, ami por és allergia és mindenféle szempontból nagyon kedvező, tehát egy puha, barátságos, meleg környezet. A falakon egy 130 cm magas parafa burkolat van a foglalkoztatókban. Energetikai, még a környezeti részénél mondanám, hogy pollenszűrt levegő érkezik be. Nyári állapotban talajhővel előhűtött, beszívott levegő, tehát nem klímával mindenféle mellékhatást okozó, betegséget okozó túlhűtött levegővel, hanem enyhén energetikailag csak egy keringető szivattyú költségén működő talajhővel előhűtött levegő. Télen ugyanez a berendezés előfűti a beszívott nagyon hideg levegőt, ez megint csak egy 12 wattos keringető szivattyú, és a hőcserélőnk az úgy működik, hogy a kimenő levegőnek a minimum 75% a hőmennyiségét visszanyeri, erre még rásegít a legelső talajhővel előmelegített egység, és a legvégén egy elektromos fűtő berendezés fűti fel azt a hiányzó 5-10%-os hőmennyiséget, ami még kell ahhoz, hogy a kellő hőmérsékletű levegő érkezzen be. Padlófűtés, falfűtés vegyesen, és mindez kiegészíti egy szolár technológia, napkollektorok kerülnek a tetőre. A napkollektorok részére pedig az épület központi részén egy 3 emelet magas tartályban gyűlik a energia, és
állandó elsőbséget kap a vezérlésben a napenergia, azaz a gázkazán csak akkor indul, ha a tartályban éppen nincsen víz, mert mondjuk januárban ködös idő van. Ennek a tartálynak az érdekessége az, hogy 3 szint magas, ilyen az országban még nincs, Európában is csak néhány. Ennek a nagy magasságnak az a lényeg, hogy rétegződik hőmérséklet szerint a víz, tehát a tetején találjuk mindig a legmelegebbet, és a legalján mindig van olyan hideg víz, amit még mindig érdemes télen, tehát a nagy mínuszokban egy ilyen 20-30-40 fokos hőfok különbségnél is még kiküldeni arra, hogy a napkollektor akár egy 30-40 fokos vizet állítson elő. Energetikailag az A kategória 75%-án, úgyhogy a Váltisok egy passzívház közeli épületnek minősítették az épületet. Tehát gyakorlatilag első elképzelés az önkormányzat részéről, hogy egy energiatakarékos épület legyen, az nagy valószínűséggel teljesül. Nagyon egészséges környezet várja majd a gyermekeket, és végül nem utolsó sorban mondanám, hogy egy hasonló 40 férőhelyes bölcsöde épül párhuzamosan itt Pest megyében. Ez a bölcsöde 100 millió forinttal olcsóbb ezekkel a plusz dolgokkal, mint egy hasonló mai kornak megfelelő épület. Itt talán megint a népi építészet bizonyos elemeit mondanám, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni, úgyhogy a formavilág megmarad. Tulajdonképpen a gömb formából adódik a középső egység, ami egy jurtára hasonlít, és miután a gömbforma az egy funkcionális alap feladat volt, a stílust öltöttem rá később, ez a jurta, hát korai magyar első sátorépítési formánk, és ebből növekszik ki az a oromzatos, jellegzetes oromzatos építészet, ami a középkori sok évszázadon keresztül végigkíséri a magyar építészetet, és tulajdonképpen nálam a legvégén az oromzat a leghangsúlyosabb, ami a magyaros építészetnek talán a legfontosabb jegye. Gyakorlatilag 1200, több mint 1000 év mondhatnánk ezt, 1000 év építészete, ötvözve, tehát középről egy régmúlt jurtaszerű formából kinőnek az oromzatos, mai korra is jellemző épületek, úgyhogy mindez egy igen komoly modern belsővel összhangba. Amit még nagyon szeretnék, és úgy is terveztük, hogy helyi kartali motívumok is kerüljenek be az épületbe. Lesznek kiskapu oszlopok, amit már szárítanak, helyi kézművesek fogják megfaragni, és a belső térben a kartali falumúzeumból gyűjtött olyan terítőszél minták lesznek vakolat motívumként elkészítve szintén helybeli kartali lakosokkal, amitől egyrészt családiasabb lesz, másrészt egy helyi hagyományt is tovább örökít az épület, de nagyon fontos a gyermekek szempontjából is, hogy ebben a fél évtől 2 éves korig már az esztétikai kialakulása a szemléletnek már egy nagyon fontos tényező a gyermekeknél, tehát ilyen szempontból sem mindegy, hogy milyen környezetben nőnek fel a gyermekek, és mindez ugye nyilván olcsó is, mert hát nem művészekkel, hanem helybeli és a régi hagyományokat átörökítve viszonylag olcsón megoldható díszítések kerülnek be az épületbe. Még egy kérdésem van. Hány négyzetméteren terül el ez az épület? Az épület 604 négyzetméter, a járulékos fedett részekkel 802, a telekterület 3400, aminek nagyon örülök, hogy itt Kartalon volt akkora nagy szabad terület, hogy az elvárt 20-25%-os beépítéssel szemben mi jóval lazában vagyunk, tehát nem tapossa ki a gyerekláb mindig a füvet, tehát itt mindig lesz zöld felület. Nagyon jó a terület abból a szempontból is, hogy az iskola, óvoda egy helyen van, egy bolyban, mert ez egy elvárás egy bölcsőde tervezésénél, és még a járulékokról beszélnék, hogy ebben az udvarban komplett akadálymentes parkolók, az épület belső teljes akadálymentesítése, és annak minden részlete ki van munkálva. A telek területen 2 darab játéktároló kis épület is épül, kukatároló épület, belső parkoló, kerékpártárolók, akadálymentes lejtők, pancsoló medencék 2-2 csoport számára, van egy esővízgyűjtő rendszerünk tartállyal, ami egy saját öntöző rendszerrel oldja meg a fű locsolását, és a
nem utolsó sorban az összes játék és a kertészeti rész is teljes 100%-ban kimunkált és megépül. Tehát ebbe a beruházásba gyakorlatilag a teljes készültséget írjuk el, nagyon sok beruházás van, úgyhogy a végén a lényeg marad le, a látható rész a gyermekeknek, a játszószere, a fű, a növényzet is. Tulajdonképpen ebbe az egyösszegű vállalásban mindez, úgyhogy körülbelül 50%-os készültségnél tart a kivitelezés, úgy tűnik, hogy valószínűleg meg is fog teljesülni, a kereten belül maradunk. Én kívánom is, hogy így legyen. Képzeletben lépjünk most egy kicsit ki a bölcsöde kapuján, és nem is kell messzire menni, egészen pontosan a bölcsödével szemben lévő épülethez, ugyanis ott is éppen felújító munkák zajlanak. Polgármester úr, milyen munkák zajlanak ott? Hát akkor mutatnám, ez a bölcsöde épülete, és vele szembe ez a volt gyógyszertár épülete. Ez egy kistérségi beruházásban megépülő projekt, illetve egy felújítás, méghozzá ez a családsegítő szolgálatnak lesz egy irodái, illetve a időseknek lesz egy napközi otthona, nagycsaládosoknak találkozóhelye, és minden olyan kartali szervezetnek, aki szívesen jön el erre a helyre, és szívesen tud egymással szórakozni. Úgy néz ki, hogy körülbelül 2 hónapon belül már ez is átadásra kerül. Annyit kell róla tudni, hogy 7 település 340 millió forintot nyert rá, az egész beruházás 380 millió forint, a 10%-os önrészt az önkormányzatok tették hozzá, és ASZÓD gesztorságával épül meg maga ez az egész beruházás. A támogatási összegen belül mekkora összeget szánnak pont erre a gyógyszertár épületére? A gyógyszertár épülete is 2 tételből tevődik össze. Az egyik az építészeti része, amire 52 millió forint állt rendelkezésre, illetve a másik közbeszerzés az pedig a berendezésekre vonatkozik, úgyhogy összességében bruttó 65 millió forintunk állt ebből a projektből a kartali önkormányzat rendelkezésére. Mi minden van még itt Kartalon, amit terveznek, ami már készen van, és amiről még nem beszéltünk eddig? Most teljes egészében elkészült és kifizetésre is került a központi óvodának a komplett akadálymentesítése, illetve az alsó tagozatnak a komplett akadálymentesítése, liftekkel és mindennel együtt, ami a mai modern Európában komplett akadálymentesítésnek számít. A további terveinkbe, ami most jelen pillanatban pályázatként be van adva, az a központi óvodának az alsó nyilázáróinak a cseréje, energetikai pályázat, hőszigetelés szempontjából, illetve szeretnénk kicserélni jó minőségű Fiszmon kazánokra, amivel körülbelül egy 40%-os takarékosságot tudnánk elérni. Ez, ami jelen pillanatban már bent van, nem jött visszajelzés hiánypótlásra, tehát feltételezzük azt, hogy nem hiánypótoltatják. Az egy másik kérdés, hogy mennyien pályáztak rá, és ebből jut, vagy jut-e egyáltalán számunkra. A másik, a sportpálya beruházás, azt tudjuk, hogy egy 20 évvel ezelőtt Karta sportpályája, illetve maga az egész sportcentrum, az Magyarország egyik legszebb sportcentruma volt, a pálya talaja pedig országos szinten is nagyon jó minőségű volt. Sajnos ez a pálya talaja tönkrement, és most erre pályáztunk, hogy egy teljes talajcserével egy új, modern pályát alakítsunk ki, és ezt azért is gondoltuk, mert jelen pillanatban az Ovi focitól fölfelé felnőtt csapati csak kartaliak vannak, és ez több mint 100 fő, aki igénybe veszi. Ez a másik beruházásunk. Most a napokban jelentkezett, és van lehetőség, és ezt is szeretnénk kihasználni, mert ebben az esetben 100%-os támogatottsága van, 85% az
Európai Unió részéről, 15% pedig annak a cégnek a részéről, aki a beruházást végrehajtja, így a kartali önkormányzatnak egy fillérjébe nem kerülne. Viszont nagyon nagyok az intézményeink, és itt elsődlegesen arra gondoltunk, hogy az alsó tagozatos iskola, illetve a felső tagozatos iskolának a kazánjait szintén kicserélnünk nagyon jó minőségű kazánokra, ahol közel egy olyan 40%-os megtakarítást tudnánk elérni, és hogy a tévénézőknek legyen összehasonlítási alapja, a felső tagozatos iskolának egy téli hónapban a gáz igénye az 2 millió forintba kerül. Tehát ha most azt mondom, hogy 40%-ot meg tudok takarítani, akkor ez a beruházás, főleg így, hogy ekkora támogatottsággal van, ez a későbbiek folyamán több millió forintot hoz a településnek, illetve lehetőséget biztosít, hogy átcsoportosítsuk más területre. Hogyha egy kicsit távolabb megyünk, és mondjuk ha élhetek ezzel a kis szóviccel, akkor a saját portánkra megyünk át, akkor nem is olyan régen elkezdődött egy felújítás, ami igazából felújításból újjáépítésé varázsolódott. A polgármesteri hivatalról beszéljünk egy kicsit. Hát igen, beszéljünk a polgármesteri hivatalról, mert ott bizony az utolsó pillanatban tudtuk elkezdeni magát a beruházást, ugyanis tervhívák következtében, illetve a közbeszerzési hibák következtében többször kellett pályáztatnunk, vissza kellett vonnunk a közbeszerzéseket, majd akkor, amikor már kiválasztottuk a kivitelezőt is, illetve az a bizottság, mert erre egy önálló bizottság alakul, kiválasztotta a kivitelezőt, és elkezdtük feltárni az épületet. Kiderült, hogy statikai szempontból, ahová nagyméretű tégla és alap volt tervezve, kiderült, hogy vályog, illetve nincs alap. Most emiatt ugye a tervezőkkel volt egy nagyon komoly vitánk, majd meg kellett őket arról győzni, hogy akkor most pedig neki kell állni egy új engedélyezési tervnek a készítésére, és ehhez egy folyamatos tervszolgáltatáshoz, hogy el tudjuk kezdeni az épületet, és április 30-ára át kell nekik adni egy új kiviteli tervet, amit nekünk még majd most el kell fogadtatnunk a prorégióval. Ennek az előkészületei már folyamatban vannak, ugyanis nem szeretnénk, hogyha valami hiba következtében a 90 millió forintos állami támogatást vissza kellene adni. Úgyhogy a tegnapi nap lett leöntve az alap, és én úgy gondolom, hogy egy 2-3 héten belül már jól körvonalazódik maga az épület, állni fognak a falak, és látható lesz egy nem felújított, hanem egy, most már azt kell mondanom, hogy 90%-ában egy zöldmezős, új polgármesteri hivatal. Ami a szerencsétlenségben szerencsés, hogy azokat a több mint 100 éves falak lebontásra kerültek, és helyette modern alappal és új falazattal, új hőszigeteléssel egy új polgármesteri hivatal fog készülni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy egyre fontosabb, hogy a fiatal diákjaink többet tudjanak meg a környezetünkről, és hát Kartal ebben is elől jár, és példaként áll mindenki előtt, ugyanis nem is olyan régen egy kistérségi természetismeret versenyt rendeztek itt Kartalon, legalábbis ők voltak a házigazdák. Hegedűsné Megyeri Andrea, Elekné Kisbenedek Csilla igazgató, helyettes és Vég Gabriella tanuló a vendégeim. Szeretettel köszöntöm Önöket, és téged is természetszerűleg. Na hát az első és legfontosabb kérdés, hol volt ez a verseny, ugyebár most már tudjuk, hogy Kartalon, hányan vettek részt rajta, és hány település vett részt ezen a versenyen? A versenyt úgy indítottuk, hogy októberben meghirdettük a kistérséghez tartozó település iskoláiban, hogy indítanánk egy ilyen környezet és természetismereti versenyt. Nagyon fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, a természetvédelmet,
bár a tananyag tesz rá említést, kitér erre a témára, de mi egy picit mélyrehatóban kezdtünk el gondolkozni, hogy egy olyan versenyt indítsunk, amely egyrészt megmozgatja a téma iránt érdeklődő gyerekeket, másrészt szerettük volna kidomborítani, hogy ebben a világban ugye használják a gyerekek a számítógépet, és hogy a tanulás megszerettetés, az önművelődés, az önálló ismeretszerzést is megcéloztuk ezzel, illetve, hogy mint csapatmunka és önálló felkészülést igényel, persze itt a pedagógus kollégák segítsége is nagy szerepet játszott, hogy ezzel a problémával, ezzel a feladattal hogy birkoznak meg a gyerekek. Októberben a meghirdetés után egy háromfordulós levelezős verseny keretében indult. A gyerekek egy-egy témában feladatlapot kaptak. Ez a téma viszont nem kapcsolódik szorosan a tananyaghoz, de olyan témát céloztunk meg, ami a gyerekeket érdekli. A feladatlapok visszaérkezése után ezeket átnéztük, pontoztuk, a pontozásról értesítettük az iskolákat, eredménylapot kaptak, és ennek zárófordulója volt most április 19-én egy akadályversennyel egybekötve, és a pontszámokat természetesen hozzáadtuk a levelezős fordulóhoz, és így zárult ez a verseny. A környékben tartozó iskolák harmadik, negyedik osztályosai között hirdettük ezt meg, 5 fős csapatokat vártunk, és érkeztek is, és nem csak a kistérséghez tartozó, tudomásom szerint Galgamácsa nem, igen, de megkapta a felhívást ő is, és nagy örömmel vettük, hogy ők is részt kívántak venni ebben a versenyben, és részt is vettek. Galgamácsán kívül még honnan érkeztek csapatok? És úgy körülbelül hány nevező volt a versenyen? 15 csapatunk volt, akiket regisztráltunk, és ez olyan 65 gyerek, 65-70 gyereket érintett. Én már nagyon régen tanultam, ha jól emlékszem, természetismeretet. Mondaná egy-két témakört, amivel foglalkoztak itt a gyermekek? Mivel az előbb említettem, hogy nem szorosan a tananyaghoz kapcsolódók voltak a témák, az első feladatlappal a csillagászat az érdekli a gyerekeket, a bolygók. Tehát a csillagokkal, csillagászattal és egy kicsikét a földünkkel foglalkoztunk, mint bolygóval. A második feladatlap témája a föld történet korszakait céloztuk meg, tekintettel a gyerekek életkori sajátosságaira, tehát a dinoszauruszok világa, ebben próbáltuk meg egy kicsit elmélyíteni a tudásukat. És a harmadik feladatlappal a mai élővilágot kontinensenként kellett utána nyomozni érdekességeknek, legkisebb, legnagyobb állatok, rovarfajok, tehát egy picit ilyen kitekintést kapott a feladatlap. Létezik egy úgynevezett kistérségi együttműködés, és ennek keretein belül jött létre ez a verseny is. Mondaná erről néhány szót? A kistérségünkben már több év óta, mi a megalakulása óta létezik egy ilyen együttműködés, és mi a kezdettől fogva nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kollégák és az intézmények között szakmai együttműködés kialakuljon. Több ilyen kistérségi rendezvényt is tartottunk már, mindegyiknek szerencsére nagy sikere volt, hála a kollégáknak, és egyik legfontosabb szervező társamnak, Hegedűsné Megyeri Andreának, mert ezek a kistérségi rendezvények valahogy ránk ragadtak már. Volt már nálunk zenei nap, volt ugye ez a verseny, amiről beszéltünk, Mátyás nap alkalmából kistérségi reneszánsz nap, tartottunk már kistérségi szakmai napot, ami kimondottan a pedagógusoknak volt, és hát reméljük, hogy ennek a környezetvédelmi természetismereti versenynek is hagyománya lesz, és tudjuk majd folytatni, és minden évben a környékbeli iskolák gyerekei eljönnek hozzánk, és egy kicsit szórakozva, mai kor szellemének megfelelően csoportokban versenyeztek,
az együttműködésen volt a hangsúly, tehát szeretnénk egy kicsit előkészíteni őket, hogy a későbbi elején kicsit kényszerű kistérségi együttműködésbe ők már belenőjenek, és számukra már ne legyen furcsa, hogyha éppen át kell menni a Turai iskolába, vagy az Ikladiba, vagy Aszódra, vagy Domonyra, érezzék úgy, hogy a számukra egy közeli hely, oda ők elmehetnek, és ott ők jól érezhetik magukat. És ez volt a célunk. Hát mint házigazdáknak, azt tudom, én tudom magamról, hogy nagyon fontos az, hogy helytálljunk a saját versenyünkön. A Kartaliak csapatai milyen helyen végeztek ebben a versenyben? Hát mi nagyon vigyáztunk arra, hogy szó ne érhesse a ház elejét, és majd a Gabriella is biztos elmondja, hogy kicsit hátrányban voltak a kartali gyerekek, ugyanis ők nem kaphattak annyi segítséget a tanítónénieiktől, mint a többi iskola a csapata, ugyanis arra nagyon vigyáztunk, hogy ők tényleg egyedül és önállóan oldják meg azokat a házi otthoni feladatokat, amikről az Andrea beszélt, és így a csapatok, pontosabban a települések versenyében, mert végül nagy kínunkban, hogy hogyan legyen az értékelés, úgy alakult a dolog, hogy kettős értékelést is tudtunk végezni. Az egyik a települések versenye volt, ami tulajdonképpen az igazi csatlakozása a kistérségi versenyek sorozatához, ahol ahány csapat érkezett a településről, ők versenyeztek, az ő teljesítményüket átlagoltuk, és az átlagosan elért pontszámuk alapján kapták meg a helyezést. Ebben a versenyben a ugye kistérségen kívül érkező Galgamácsának a csapata ért el az első helyezést. Nagyon örültünk neki, ők is nagyon örültek neki, és értékeltünk viszont csapatok szerint is. Tőlünk három csapat versenyzett, Aszódról két csapat versenyzett, Bagról is eleinte először több csapat érkezett, végül már csak egy csapattal folytatták a versenyt, és akkor ez alapján pedig felállítottunk egy rangsort a csapatokról is. A csapatok versenyében az egyik kartali csapat, amelyik éppen a harmadik osztályosok csapata volt, az holtversenyben harmadik helyezést ért el ugye a 15 csapat közül. Ennek nagyon örültünk, és hát reméljük, hogy jól érezte magát mindenki. Hát ezt most meg is fogjuk kérdezni rögtön, ugyanis van itt a köreinkben egy olyan hölgyemény, aki belülről is érezte a feszültségét ennek a versenynek, vagy legalábbis annak jó kedvét is. Méghozzá V. Gabriella tanuló, aki egyébként a 9. helyezést érte el csapatversenyben. Ugye vár, jól mondom? Milyen egy jó csapat? A ti csapatotok jó volt? Jó volt, igen. Mindenre felkészültünk, tudtuk a feladatokat, jó volt. Hány fős csapat volt? 5 fős. Barátok, barátnők, vegyesen? Vegyesen, fiúk is, lányok is. És inkább a fiúk az okosabbak, vagy a lányok az okosabbak? Hát, is, mindenketten. Na jó, hát ez azért, ez a tökéletes válasz, ez az 50-50 százalék az arany középút. Te, Gabi, mivel foglalkozol egyébként? Tehát azon kívül, hogy természetismeret versenyeken frenetikus eredményeket érsz el, ezen kívül gondolom tanulsz. Igen. És esetleg valamiféle hobbi? Hát úszni járok, meg néptánc van, más nem. És hogyan jött az ötlet, hogy te természetismeret versenyen fogsz elindulni? Jó vagy ebből a tantárgyból, vagy tanulod ezt a tantárgyat? Igen, tanulom. És mi érdekel a legjobban a természeten belül, mondjuk inkább fölfelé, ível a csillagot, mondjuk esetleg az atmoszférán túl, vagy inkább maradsz a realitás talaján és a földön maradva, mondjuk éppen a tengerek világát kedveled. Igen, a tengerek, az állatok, a erdők, ilyenek. Van is otthon állatod? Igen, van. Milyen állatod van? A halak vannak és kutyák. No, és melyiket szereted jobban? Hát... A kutya is tud úszni. De akkor a kutyát szereted a vízben, igen, ezek szerint. Szuper! Hát én nagyon-nagyon kívánom, hogy még több és még szebb eredményeket érjenek el, és hogy még több és még nagyobb versenyek legyenek majd itt Kartalon, és tényleg már-már hagyományjá, szokássá, kuriózummá váljon ez a verseny. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem. Köszönjük szépen! Köszönjük.
rettentően fontos az országban legalábbis mindenféleképpen az összefogás, de nagyon fontos Kartalon is, ugyanis nem is olyan régen indult el egy kezdeményezés, méghozzá Bőte Csaba árvaházának adománygyűjtéseit Kartalon, vendégem pedig Herceg Attila, aki ennek a kezdeményezésnek az egyik fő mozgató rugója. Szeretettel köszöntöm. Az első és nagyon fontos kérdés, ami megfogalmazódik szerintem minden kedves nézőnkben, ez a kezdeményezés, ez hogyan jött létre és mi okból? Hát Csaba testvérről több dokumentumfilm készült már, szerintem az ő munkásságát röviden nehéz méltatni. Ő kezdte el egy 9 éves gyermek sorsán keresztül az erdélyi gyerekek felkarolását, és megalapította a Dévai Áruházat, és ezt követően, ezt folytatva ez a tevékenysége kiterjedt egész Erdélyre. Úgyhogy jelenleg már 1500 gyermek, aki Csaba testvér intézményeiben nevelkedik. Az én személyes kapcsolatom 2006-ban kezdődött Csaba testvérrel, amikor először személyesen találkoztam vele, Déván, az otthonának az árvaházában. Ekkor már a gyerekek között egy estét, egy reggelt eltöltve megéreztem azt, hogy milyen sorssal, milyen szeretetben nőnek ott ezek a gyermekek, és már akkor megéreztem azt, hogy milyen jó lenne rajtuk segíteni. Hát azóta 5 esztendő telt el, és jutottam el oda, hogy a saját verseimet egy könyvben megjelenítettem, és ekkor jött az a gondolatom, hogy egy jótékonysági est keretében lenne jó ez a könyvbemutató, és jutott a gondolat újra eszembe, hogy Csaba testvér, erdélyi gyerekek, és megkerestem Csaba testvért. Elmentem hozzá személyesen, interneten felvettem vele először a kapcsolatot. Csaba testvér egy híd. Csaba testvér látja azokat a segítségre szoruló embereket, legfőképpen gyerekeket, akik segítségre szorulnak, jelentkeznek nála, szülők adják hozzá nevelésre gyereküket, akik saját maguk ezt nem tudják megtenni, tudva azt, hogy nagy-nagy szeretetben rendes felnőtteké fognak válni. És Csaba testvér, amikor elmentem hozzá, akkor egy érdekes gondolattal fogadott, felütötte a kis határidőnaplóját, megnézte, hogy hol fog mostanában otthon elindulni, hol van szervezés alatt, és 2 erdélyi falu nevet mondott Székelyudvarhely környékén, és rögtön fölhívta az egyik ilyen szerveződő otthonnak a vezetőjét, és összekapcsolt bennünket, és megkérdezte, hogy hát másnap mi lenne, ha mi leutaznánk oda, és megnéznénk a helyszínt. Hát így jutottam el először a tavalyi őszön az Etelakára, és így jutottam el oda, hogy a jótékonysági est a Zetelaki napközi otthon javára született meg. Csaba testvér ott rögtön jelezte, hogy neki ez nagyon tetszik, szívébe zárt, ő is nagyon örült a kellemes estének, és rögtön hívott bennünket, hogy vegyünk részt ne csak a gyűjtésben, hanem az öröm átadásában is, és így jutottunk el április 2-án Zetelakára, és hát itt jön Kartalnak a szerepe. Amikor az utazási lehetőségeket kerestem, akkor egy kartali vállalkozó, Annus János jött a képbe, aki vállalta, hogy az egész csapatot, a szükséges hangtechnikát eljuttatja Zetelakára. És nem sok időt eltelt, talán 1-2 hét, és újra csörgött a telefon, és Jánost hallottam, és elmondta, hogy őt nagyon-nagyon megérintette az ott látottak, és arra gondolt, hogy egy újabb gyűjtést, egy kartalközpontú gyűjtést szeretne szervezni, és ennek apropóján jöttem el most önökhöz. Meddig tart ez a gyűjtés? Ez egy érdekes kérdés. Amikor Csaba testvér összekapcsol egy
egy területet, fogalmazzuk úgy, Galga völgyét, és neki egy intézményét, akkor ő úgy indítja el ezt a kapcsolatot, hogy ez egy hosszú távú gyümölcsöző kapcsolat lesz. Meg lehet, rögtön az jut eszembe, hogy lehetne ezt folyamatosan csinálni, vagy időnként ismételni. Tehát nehéz azt mondani, hogy ha valaki 3 hónap múlva megkeres, és azt mondja, hogy itt van egy zsák ruhanemű, természetesen én is gyakran utazom Erdélybe, és mindig fogunk találni olyan lehetőséget, hogy adományokat eljutassunk. Most úgy gondolom, hogy egy 2-3 hónapig biztosan aktív lenne ez a gyűjtés itt Kartalon, és ezt követően elszállítanánk azokat a tárgyi adományokat, amit a kedves kartali lakosok felajánlanak, de ha ezt követően is bárkinek olyan tárgya vagy felajánlása van, amit ott Erdélyben hasznosítani lehet, azt örömmel vesszük. Tehát lehet akár anyagi tárgyi adomány is egész nyugodtan. Sőt, hogyha esetleg valaki arra vágyna, hogy kimenne esetleg Csaba testvére segíteni, akkor azt is megteheti? Ez így van. Csaba testvér intézménye egy nyitott ház. Ő akár vendégként is szívesen lát jó szándékú magyar embereket, de bármilyen nemzetiségből, és nagyon felemelő érzés az ő csapatába tartozni, úgyhogy ő szeretettel vár mindenkit, minden dolgos kézre szükség van, folyamatosan épülnek az intézmények. Érdekes személyiség Csaba testvér, mert mindig egy-egy új apró feladattal is megkeresi az embert, tehát egy érdekesség, hogy nyárra egy tábort szervez Csíksomlyóra, amire a közreműködésünket kéri, hogy a gyerekeket irodalomra, táncra, énekre tanítsuk, úgyhogy ez a következő érdekes kihívás. Vannak segítői ebben az adománygyűjtésben? Annus Jánost ugye már említettük, rajta kívül esetleg, akik még segítenek. Nagyon fontos az, hogy ezt a faluház befogadta, tehát Deák István úr segítségét is nagyon fontosnak érzem. Illetve az nagyon fontos, hogy itt egy csapatot kezdek érezni, aki engem körülvesz, érdeklődik, szerepelni szívesen eljön, és majd ahogy ezek a feladatokat kapjuk, akkor én úgy érzem, hogy sokan átérezték az erdélyi gyerekek problémáit, úgyhogy úgy érzem, hogy lesz segítség. És az adományok ezek szerint akkor Annus János jóvoltából jutnak el? Így van, ő vállalta azt, hogy amikor összejön egy autóra való, akkor ő azt megszervezi és eljuttatja. Hát én azt gondolom, hogy, és azt is kívánom, hogy ne csak egy autónyi szeretet, hanem egy országnyi, vagy legalábbis egy galgamenti szeretet is eljusson az adományokkal együtt a helyszínre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Most kedves nézőink, én már előre tartok egy kicsit itt a kedves vendégeinktől, ugyanis sportolni fogunk. Már is kapok egy kis segítséget a lapomról. IVKU Kodomo gyermek és utánpótlás vadó karate bajnokságról fogunk beszélgetni. Vendégünk pedig nem más, mint Fási Tibor, karate mester és instruktor, valamint nem lesz nehéz dolgom, Rövid U-val Hajdú Nóra és Hajdú Eszter. Ők ikrek, melyikötök Nóra, melyikötök Eszter? Nóra fennakéz. Eszter fennakéz. Rendes, hát akkor most már kizárásos alapon Hosszú U Hajdú Gréta, aki viszont a lányoknak nem rokona, de nagyon jó barátnője, ugyebár. Rögtön az első és legfontosabb kérdés, hogy maga ez a karate, amelyet te tanítasz a lányoknak, ez melyik stílus? Ez a Vadoryu karate. Ez tulajdonképpen a Japánban kialakult 4 alapstílus, a Shotokan, a Shitoryu, a Gojuri és a Vadoryu közül az egyik meghatározó stílus. Gyakorlatilag a 4 alapstílus igen pici különbséget mutat egymástól. A Vadoryu apró pici különbségekkel rendelkezik a többi stílustól, amivel el lehet jól határolni így kívülállóként is. Ezek például az elhajlás, testforgatás, kitérés, tehát olyan speciális, apró, finom technikai elemeket tartalmaz, amely biztosítja azt, hogy a küzdelembe felülkerekedjen ennek a stílusnak a művelője, gyakorlója. Beszéljünk egy kicsit magáról az egyesületről, hogyha valaki szeretne tanulni, mondjuk esetleg tőled harcművészetet, akkor hogyan teheti ezt meg? Tehát hogyan működik, mióta működik az egyesület, és mely területeken oktatod? 10 éve kezdtem el a karatét itt a kistérségbe tanítani.
Budapestről költöztünk ide 10 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag azóta a kistérség 5 településén, tehát Aszódon, Turán, Galgahévízen, Hévízgyörkön és Bagon kezdtem el a vadorjú karate oktatását. Aki szeretne ebben az új stílussal megismerkedni, annak igazából annyit kell tenni, hogy valamelyik településen megtudja, hogy éppen az adott helyszínen hol tartok, hol és mikor tartok edzést, és felkeres bennünket, és igazából ennyi. Milyen eredményekkel büszkélkedhettek az Egyesületen belül? Az Egyesületnek az eddigi fennállása során körülbelül 500 nemzetközi és országos eredménye helyezése van, amelyből a három lány az nagyon szépen kivette a részét, ők a legeredményesebb tanítványaim, és hát csapatban is nagyon sok eredményt szereztek. Hát, hogyha én itt megnézem a kis lapomat, azért én azt gondolom, hogy elég szerény vagy, mert hogy most itt vannak a 2009-es eredmények, itt például ez egy összesített eredmény, itt például 2009-ben 16 arannyal, 25 ezüsttel és 18 bronzéremmel, valamint 116 ponttal büszkélkedhetetek. 2010-ben például 52 aranyat, 49 ezüstöt és 48 bronzot szereztetek. Én azt gondolom, hogy ez volt itt talán az egyik legnagyobb csúcs, és ebben az évben is 37 arany, 62 ezüst, 41 bronz és 276 pont. Úgyhogy én rögtön megkérdezem, hogy gondolom nem csak e három hölgyemény szerezte ezeket a pontokat, hanem gondolom jó pár versenyzőt szerepel ezeken a versenyeken. Nagyjából olyan 100 tanítványom van, aki rendszeresen aktívan jár az edzésekre. Ezek közül olyan 60-70 tanítvány az, aki rendszeresen szokott versenyeken indulni. És hát ezt az 500 valahány éremet, ezt ők hozták össze. Egy néhányan én is hozzájárultam az eredménylistánkhoz. Gyakorlatilag ez alapján, az érem táblázat alapján, illetve most már a harmadik évben ugye megrendeztük ezt a IVKU Kodomo nemzetközi utánpótlás bajnokságot. Azt is lehetne mondani, hogy ha itt tényleg szerintelen akarnék lenni, hogy hát én vagyok a legeredményesebb gyermek és utánpótlás edző Magyarországon, de igazából nincsenek jelentősége. Jelentősége annak van, hogy csináljuk, aztán folytatjuk a lányokat, odaállítom ősszel újra a versenyre. Szeretném őket elindítani csapatba is, meg egyéniben is az őszi felnőtt és gyermek Európa-bajnokságon. Dolgozunk, folytatjuk a munkát. Kartalon szerveztétek meg ezt a bizonyos IVKU Kodomo gyermek és utánpótlás vadó karate bajnokságot, melynek az egyik főszervezője, sőt a főszervezője voltál te, és volt egy illusztris vendégetek is, erről beszélj. Igen, az idei évben harmadszor kaptam meg ennek a versenynek a rendezési jogát, és a versenyre úgy készültünk, úgy szerveztem a versenyt, hogy első ízben látogat el az IVKU, tehát a Nemzetközi Szövetség főinstruktora, Shibamori Kando, 8. danos vadori karate nagymester, aki ő japán, így van, japán származású mester, de 1973 óta Ausztriában él, és itt tanít vadó karatét az osztrákoknak, illetve hát ő tulajdonképpen szakmailag a magyar vadó karate irányítója. Tehát mindenki, aki Magyarországon vadó karatét tanul vagy tanult, az mindenki ismeri a nevét. Ő egyébként a rangidős japán nagymester Európában, tehát aki a legaktívabb és a legmagasabb fokozattal rendelkezik. Én úgy hallottam, hogy másnap ő edzést is tartott. Ezen az edzésen kivehetett részt bárki, aki csak szeretett volna? Tulajdonképpen, ha már itt volt a Galga mentén, akkor másnap úgy gondoltuk, hogy akkor Galga Hévízen, most már 5. alkalommal edzést tart a Galga mentieknek, tehát a tanítványaimnak. És a verseny másnapján, vasárnap egy ilyen 50 fővel végülis bárki közülünk, akinek volt már másnap kedve karatézni, az beállhatott az edzésre. Te is beálltál az edzésre? Persze, nekem kötelező gyakorlat, úgyhogy én nem tehetem meg, mint klubvezető, meg egyesületvezető, meg házigazda, hogy nem megyek el, de egyébként is elmegyek, tehát minden alkalmat megragadok a japán nagymester edzéseire, tehát mi mindig ott vagyunk. És milyen érzés egy ilyen nagymesternél edzése? Hát most már azt mondom, amit egy picit a tanítványaimon is látok, hogy mivel 5. alkalommal volt Galga mentén, meg azért én már sok tucatszor edzettem vele Magyarországon. Most már talán nem olyan megdöbbentő, de első alkalom, akkor emlékszem, hogy tehát félelmetes érzés egy ilyen tudású, és hát nem titok 66 éves japán mesterrel együtt edzeni. De az ő irányítás alatt edzeni. Tehát gondolom, hogy ő fizikailag és szellemileg is jóval fiatalabbnak tűnik a koránál. Hát szerintem egy 20-30 évet simán letagadhatna, én úgy gondolom, a lányok is egyetértenek ezzel velem, mert ez a döbbenet. Hát a japán mentalitás, meg a japán génállomány is valószínűleg egészen más, mint az európai, de ő még a japán mesterek közül is, tehát kimagasló képességekkel rendelkezik. Én láttam több japán mestert is, nem nagyon találtunk még hozzáfogható
mind emberileg, mind technikailag hozzáfogható instruktort. Térjünk át egy kicsit, vagy térjünk vissza egy kicsit erre a versenyre. Ugyebár te szervezted ezt a versenyt, és ez egy óriási nagyszabású program volt, egy rendezvény. Ki segített neked ebben, vagy vannak esetleg támogatók, akik segítették ezt a rendezvényt, vagy esetleg magát az egyesületet, a csapatot? Tulajdonképpen ezt a versenyt, ezt valóban önerőből szerveztem, vagy szerveztük. Hát a segítség azok, pont a lányok, a tanítványaim, a szülők, a lelkes támogatók voltak. Anyagi támogatást néhány magánszemély, illetve a Vanó András, a galgenizi polgármester nyújtott, illetve meg kell említenem még a Díny és András és a Abiert Zsoltnak a nevét, akik komoly pénzösszeggel támogatták a versenyt. Hát rajtuk kívül sajnos senki, tehát semmelyik önkormányzat nem tudott támogatást nyújtani. Ami azért egy kicsit furcsa részemre, mert tulajdonképpen most már harmadik éve én szervezem meg ebből a versennyel a kistérségrendelő sportrendezvényét. 14 egyesület, 226 fővel versenyzett, közel 600 versenyszámba. A verseny méretét mutatja, hogy 646 darab érmet készítettem elő a versenyre, és 1000 oklevelet csináltattunk. Az biztos, hogy ez nem kis tétel. Négy páston folyt a küzdelem, és a versenyzőkkel, illetve az érdeklődőkkel, a kísérőkkel 700-750 ember volt a kartali sportcsarnokban. Tehát akkor az érdeklődés is magas volt, magas létszámban. Lehet azt mondani, igen, hogy nagyon sokan voltak kíváncsiak. Hogyha önerőből finanszírozzátok ezeket a sportrendezvényeket, vagy hogyha esetleg elmentek egy versenyre, ez mit jelent egy családnak például? Hát egész konkrétan egy családnak az jó pár ezer forintos kiadás jelent, hiszen egy versenyre most már nem titok, egy ilyen 3-4-5 ezer forint a nevezési díj. Most a legutóbbi versenyen, ahol a lányok éppen hárman osztottak összesen 7 darab érmet, ott 20-25 euró volt egy versenyszámban a nevezési díj, de egy magyar versenyre is 3-4 ezer forint szokott lenni egy versenyszámban a nevezési díj, illetve hát, ha távolabb van a verseny, akkor természetesen úti költség. Úgyhogy ez egy családnak, ahol 3-4-en versenyeznek, az egy komoly, több 10 000 forintos kiadást jelent. Amit sajnos nem mindig tudok az adott családtól elvárni, illetve nem várható el, hogy mindig ezt ők finanszírozzák, ezeket a dolgokat. Ha ide az asztalra tekintünk, akkor éppen előttünk terül el a legutóbbi verseny egy része, legalábbis a legutóbbi verseny eredményének egy része. Erről a versenyről beszéltek most egy kicsit. Április 16-án Budapesten volt az IVK Open Európa Kupa elnevezésű Vadó Karate bajnokság, ahol Magyarországon kívül más országok is részt vettek a versenyen, és hát a lányokat is szépen arattak. Egyéniben a Hajdú Gréti egy aranyat és egy ezüstérmet, a Nóri egy bronzérmet egyéni katában, az Eszti egy ezüstérmet szerzett, és csapatba pedig egy bronzérmet szereztek, illetve egy ilyen szép kupát értek el az érmeik mellé. Úgyhogy ismét szép eredményeket hoztunk. Én még elindultam küzdelembe, egy arany meg egy bronzéremmel gyarapítottam a eredménylistánkat. Hogy hívják ezt a küzdelmet, hogyha mondjuk az idősebbeknél, mondom, ilyen ez a veterán kategória, vagy senior? Ez a senior veterán, igen, ez a senior veterán. 35 év fölött így hívják egy kicsit. Frusztráló módon 35 év fölött így nevezik ezt a küzdelmet, de én felnőtt nehéz súlyba is elindultam, tehát a 20 évesek között, és ott bronzérmet sikerült elérnem. Miben más mondjuk egy utánpótlás ilyen verseny, vagy egy utánpótlás ilyen kategória, és miben másabb mondjuk egy senior, egy veterán kategória? Tehát gondolom ott egy kicsit keményebb Keményebb, illetve hát ott csak feketőves ellenfelek vannak gyakorlatilag. A lányok is szinte csak barna és feketőves versenyzőkkel, illetve hát klubvezetőkkel mérték össze tudásukat. Még egy kérdés. Kontakt történik esetleg a két versenyző között? Tehát mondjuk harc maga, vagy esetleg formagyakorlatok? Gondolom ezek külön kategóriákban értékelendők egy ilyen versenyen. Igen, hát a lányok ők inkább formagyakorlatban ügyesebbek, illetve hát abba szeretnek elindulni, bár azért a kümitébe is igyekeztek oda tenni magukat. Én viszont általában csak küzdelembe, kümitébe indulok, amely viszont a felnőtteknél bizonyos fajta megkötésekkel, de tulajdonképpen bevihetők a találatok, tehát fejre azért meg lehet érinteni az ellenfelet, illetve testre bármekkora ütés, illetve rugás megengedett. Hát akkor most egyéniben és csapatban is kérdezlek titeket. Akkor én azt gondolom, hogy kezdjük a hosszú ús Hajdú Grétával. Mint csapat, vagy mint egyéniben szerepelsz ezeken a versenyeken? Hát csapatkatában
de egyéni katában is, és néha még komitében is elindulok. És hogy képzelje el az ember? Tehát elmegy egy ilyen versenyre, gondolom megvan az atmoszférája az egésznek, mindenki egyen karate ruhában szerepel, és gondolom többféle kategória van így a versenyen belül. Te melyik kategóriában szerepelsz? Most az U16-ban szerepeltem, de volt már, hogy följebb neveztem magasabb korcsoportokban is. Ott is azért elég jó eredmények születtek. Még egy nagyon fontos kérdés, mondjuk Nóritól, jól mondom, Nóri, ugye amikor ikrekkel találkozom, akkor mindig félve kérdezem meg, hogy melyik őtök Nóri és melyik őtök Eszter. No, Nóri Tibor bácsi, gondolom, hogy szólítjátok a mestert? Sensei. Sensei, rendben van, akkor ez még egyszerűbb, akkor ez a nemzetközi elnevezés. Milyen oktató a Sensei? Jó, tehát... Baráti a kapcsolat, vagy inkább ilyen tanári? Baráti is, és tanári is. És hogy zajlanak az edzések? Tehát hogy kell elképzelni mondjuk egy edzést? Hát ugye kezdünk a bemelegítéssel, és aztán pedig, mert ahogy a mester előre megtervezi az edzést, és annak a folyamán, hogy mit éppen, hogy gyakorlunk. Én itt a háttérben hallottam, hogy ti nátok a teljes család karatézik konkrétan, tehát a teljes család harcművészettel foglalkozik, jól tudom, Eszter? Hát az édesapánk, ő és mi. És hárman. És ugyanitt, ugyanebben az egyesületben. Igen. És mire tanít titeket a harcművészet? Tehát én azt tudom, hogy általában ez van, ezt írja a fáma, hogy fegyelem és önvédelem, ez tényleg minden megvan? Tehát hogyha ti mondjuk egy kicsit ingerültebbek vagytok, akkor megtanít ez uralkodni rajtatok egy kicsit? Nem, abszolút. És soha nem volt még veletek olyan, hogy egy picit mérgesebbek vagytok, és most akkor amit mi tanultunk, amit mi tudunk, azt valahol alkalmazunk. Mondjuk esetleg csak egy kis ujjat kicsavarunk egy fiúnak, vagy bármi ilyesmire gondolok. Ilyen még nem volt. De nem, ti nyugodtak vagytok, ugye? Azért egy nyugodt lányok. Igen. Ami még nagyon fontos kérdés, Tibor, hogy egy harcművésznek, egy igazán jó harcművésznek mentálisan milyen embernek kell, hogy legyen? Vagy van-e ilyesmi kikötés? Gondolom, egy ingerültebb ember nem feltétlenül szerencsés egy önvédelmi sporthoz. Szerintem ennek olyan nagyon nagy összefüggése nincsen. Túl nagy jelentőséget ennek nem kell tulajdonítani. Én azt gondolom, hogy egy átlag mentális képességekkel rendelkező ember tulajdonképpen lehet harcművész. Azt, hogy milyen módon tud ezen uralkodni, na ez a nagyon nagy kérdés. Én is sokszor mondhatjuk azt, hogy ingerülten megyek edzésre, viszont maga az edzésnek a tartása, tehát az, hogy edzést tarthatok, egy tanítványokkal foglalkozhatok, az engem nagyon-nagyon megnyugtat sok esetben. Tehát sokszor nagy energiákat adnak azzal a tanítványaim, hogy éppen jól meg nagyon maximálisan mutatják, vagy adják vissza azokat a gyakorlatokat, azokat a vezényszavakra végrehajtott feladatokat, amiket én kitalálok nekik. Sokszor már abszolút olyan valami oknál fogva, olyan furcsán mozgunk, meg olyan furcsán dolgozunk, hogy sokszor én is elfáradok ebbe a dologba. Hála Istennek ez a ritkább. Hogyha valaki szeretne jelentkezni, akár harcművészetet tanulni, vagy bármiféle versenyre, tehát ő kicsit komolyabban gondolja ezt a harcművészetet, akkor milyen fizikai állapotnak kell, hogy megfeleljen? Tehát van egy ilyen alapfizikai állapot, vagy esetleg egy kicsit túlsúlyosabb, vagy esetleg egy kicsit vékonyabb ember is jelentkezhet? Tehát, hogy fizikai állapot felmérést tartotok-e? Hát a mai nap már annak örülünk, hogyha valaki eljön az edzésre. Régen volt ilyen, én is hallottam ilyen legendás történeteket, hogy egy-egy klubba évtizedekkel ezelőtt úgy lehetett jelentkezni, hogy komoly fizikai állóképességnek, illetve fizikai teszteknek vetették alá a jelöltet. Most gyakorlatilag annak örülünk a mai világban, hogy egyáltalán valaki jelentkezik. Nem baj az, ha túlsúlyos, nem baj, ha vékony vagy gyenge. A lényeg az, hogy jöjjön edzésre és rendszeresen járjon. Az majd úgy is kialakul. De azt viszont tudom mondani, hogy akik túlsúlyosan kezdtek el edzésre járni, azok döbbenetesen néhány hónap alatt komoly 10-20 kilókat leadtak az edzés következtében. Hát az nem semmi. Az biztos, hogy mondjuk fizikailag megterhelő ez a dolog, de építi is a jellemet és természetesen a testet is. Ami még egy kérdés, ami bennem maradt. Én nem tanultam ugyan harcművészetet még soha, de azt tudom, hogy egy sensei mellé egy senpai is társul. Neked is van senpaiod? Igen, van. És őróla mondanál egy-két mondatot. A lányok már megemlítették, mert az ő édesapjuk a senpai Hajdú Pál. Rövidúval Hajdú Pál. Úgyhogy tulajdonképpen ő a senpai, a
rangidős tanítványa a csapatban. És itt baráti, fontos, hogy mondjuk Sensei és Senpai között baráti kapcsolat legyen, vagy legalábbis jó. Baráti és szakmai kapcsolat mindenképpen, meg nagyon, nagyon fontos, és én a Paribas nagyon-nagyon tisztelem az irántam tanúsított lojalitását, illetve nagyon fontos az, hogy érdekegyezés van közöttünk. Tehát neki és nekem ugyanaz az érdekem a tanítványok tekintetében. Az egy más dolog, hogy mi barátilag is teljesen megértjük, jól megértjük egymást. Hát ez még szerencsésebb helyzet. Még a lányoktól nagyon gyorsan, hogy mi a tervetek a jövőben a sporttal, és hogy egyáltalán van-e tervetek a jövőben, valamint hol tanultok, akkor menjünk szépen sorban, Gréta. Én Galgahivizen tanulok. Hát én már most 8 éve karatézom, és én nem szeretném még abba hagyni, mert versenyekre szeretnék még menni, meg majd még vizsgázni, meg ilyenek. Tehát még mondjuk Győrben lesz most nem sokára verseny, oda is megyünk, és a csapatkatát is, tehát az is nagyon élvezem meg. Hogyha én abba hagynám, akkor Cserben hagynám ugye lányokat. Na, hát ez egy nagyon jó csapatszellem, igazi csapatszellemre val, és azt gondolom, hogy akkor még a vitrinetben van hely bőven az érmeknek és a kupáknak. Nóri, neked mi a terved? Hol tanulsz, és mit szeretnél a sportban elérni? Hát Aszódon tanulok, és hát én is mindenképpen folytatni szeretném. Tehát akkor a jövőben úgy tervezed, hogy ezzel a sporttal még komoly dolgokat el fogsz érni. Rendben, és kedves ikertestvér, Eszter! Én is Aszódon tanulok, és nekem én is csak ugyanezt mondhatom, még a technikákat finomítani, gyakorolgatni, és minél több versenyen is indulni. Hát én azt kívánom, hogy minden álmatok teljesüljön, akár a versenyen belül, akár az életben, és természetesen nagyon-nagyon reméljük, és kérjük is a kedves Kartal TV nézőket, hogyha a módjukban áll segíteni az Egyesületen, akkor ezt egész nyugodtan tegyék meg. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen is. Ez volt a Porta, a Kartal TV kistérségi magazin műsorának 6. száma. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is. Viszontlátásra!